testvéreim, az egyik zsoltár úgy kezdődik a Szentírásban, az Ószövetségben, hogy énekeltek az Úrnak új éneket. Szent Ákoston püspök pedig azt írja egyik alkalommal az egy művében, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Ezenek a gondolatoknak a jegyében köszöntöm tisztelettel és szeretettel a Cantus Magnainek a tagjait, Szakács Emil Karmany úr vezetésével, akik előttek, és köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat, és ma ebben az ősi beregszászi plébánia templomban énekünkkel dicsérik, dicsőítik az Isten.